szót, elnök úr. Nem kérdés, hogy az LMP támogatja az MSZP törvényjavaslatát, hogy azonnal be kell szüntetni a letelepedési államkötvény konstrukciót. Álláspontunk szerint egyáltalán nem lehetett volna bevezetni és létrehozni ezt a rendszert. Már sokszor elmondtuk, hogy a letelepedési kötvény egyáltalán nem szolgálja az ország érdekét, és semmilyen hasznot nem hoz a költségvetésnek. A letelepedési kötvény csak a Fidesz névtelenségbe burkolózó oligarcháit szolgálja ki, offshore cégeken keresztül. Milliárdok vándorolnak magánzsebekbe, óriási bizniszről van szó kevesek számára. Már csak a papírmunkával 5 milliárd forintot keresett a letelepedési kötvény üzleten a Rogán Antalhoz köthető ügyvédi iroda. Nézzük a számokat. Egy letelepedési kötvény ára 92 millió forint. Ezt viszont diszkont áron adja el az állam a közvetítő cégnek. A közvetítő cég egy letelepedési kötvény eladásával, a közvetítői díjjal és a diszkont ár miatt több mint 20 millió forintot tesz zsebre. Összesítve eddig az ország ezen az üzleten körülbelül 100 milliárd forintot veszített. Van egy másik aspektusa is a letelepedési kötvény azonnali beszüntetésének, és pedig a nemzetbiztonsági kockázat. Már a kötvények árulásának megkezdésekor lehetett tudni, hogy hatalmas biztonsági űr tátong a rendszeren, de a hírek szerint már a többen ki is játszották a kiskaput, és több elítélt bűnöző is letelepedési engedélyt kapott Magyarországon. Azt is fontos látni, hogy a letelepedési kötvénnyel a magyar kormány már egy kisvárosnyi bevándorlót telepíthetett be Magyarországra. Összesen már több mint 16 ezer ember vált jogosultá, ha a hozzátartozókat is számoljuk. Nem néhány emberről beszélünk, hanem tömegekről, amelyek átvizsgálására vélhetőleg nincs is kapacitása jelen pillanatban a szolgálatoknak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.